Tavaszi nagy takarítás a római parton, rengeteg önkéntes kapcsolódott be a hétvégi akcióba. Folytatódik az egészségkörút Óbudán. A cél a betegségek időben történő felfedezése és megelőzése. Bach művei különleges feldolgozásban, teltházas koncertet adott a Momkultban az idén 20 éves Talamba együttes. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Tovább szépül a római. Szemetet szedtek és padot festettek azok az önkéntesek, akik a hétvégén csatlakoztak a Közösségi és Turisztikai Egyesület a Római Partért nevű civil szervezet kezdeményezéséhez. Az akció során fákat is ültettek, hogy még zöldebb legyen a római. Gyülekeznek az önkéntesek a Mi Rómaink Közösségi és Turisztikai Egyesület takarítási akcióján. Az egyesület először szervezte meg a Takarítsuk ki a Rómait elnevezésű kezdeményezését, ahol több mint 150-en ragadtak gerevjét és szemetes zacskót, hogy tisztává varázsolják a partot. A mai napon ugye a tavaszi nagy takarítási akciónkat pont azért kezdtük, hogy már a szezont, a római parti tavaszi szezont egy tiszta Dunaparttal várjuk. 11 fő koordinátorunk van jelen, ugye az egyesületnek a tagjai és alapítói vesznek ebből a jelenlegi kék pólóban, ugye mutatkoznak be, és ők vezető szerepet vállalnak a takarításban. 15-20 fő csatlakozik ugye egy koordinátorhoz, és így próbáltuk leosztani a távokat, hogy eredményes munkavégzés folyjon, és akik lejöttek, tényleg azt érezzék, hogy tudnak és tesznek is a partért. Műanyag palackok, cigaretta csikkek, építési törmelék. Ez csak néhány azok közül a hulladékok közül, amelyeket az önkéntesek összegyűjtöttek. Kucur Csillának és családjának négylábú segítője is akadt a szemétszedésben. A kutyával sokat sétálunk erre, vagy erre futok, és azért fontos, hogy tiszta legyen, meg hogy tegyünk érte valamit. És remélem, hogy azért most, hogy így tisztán tartjuk, így könnyebb lett fenntartani is ezt a tisztaságot, mert azért csak szúrja egy csomó embernek a szemét. Hajdu Henriett rendszeresen önkénteskedik. Azt mondja, számára fontos, hogy környezettudatosan éljen. Szelektív hulladékgyűjtést is, meg nem szemetelek, meg a közvetlen környezetemet szoktam kicsit ezzel így, hogy mondjam, fárasztani, vagy nem tudom, hogy ők se szemeteljenek, meg figyeljenek oda ilyen dolgokra. A takarításon összegyűlt szemetet az FKF szakemberei a szervezet központi hulladéklerakó telepére szállították. És ez így nagyjából jó. Hát ennél persze. Jól mértük be magát? Igen. Nem csak takarítottak, fákkal is bővítették a partszakaszt. Ahhoz, hogy egy fa sokáig éljen, elengedhetetlen a jó termőtalaj számára. Jól tudják ezt azok is, akik részt vettek az Óbuda Békásmegyer önkormányzata, és a Maradjanak a fák a Római civil szervezet közös faültetési akcióján. Az eseményen Óbuda Békásmegyer önkormányzatának támogatásával mintegy 50 fát és 100 cserjét ültettek el. Számos kezdeményezést támogatunk és jelentős forrásokat fordítunk idén a római part gondozására. Ugye a mai nap az egy különösen jó időpont, egyrészt nagyon szép az idő, a Duna egy kicsit visszahúzódott, és így több terület vált hozzáférhetővé. Két akció zajlik jelenleg a Dunaparton, az egyik civil szervezet szervezésében egy parttakarítás, a másik pedig ez a bizonyos faültetés, ahol most is vagyunk. Ugye ezt az önkormányzat azzal támogatja, hogy megvásárolta a fákat és a cserjéket, és a civilek pedig azt várták, hogy a saját munkájukkal elültetik ezeket a növényeket. Ugye ez zajlik most, és nyilván az önkormányzatnak nagyon örül, és minden lehető eszközzel ezt támogatja. A fák amellett, hogy oxigént termelnek és árnyékot adnak, számos jótékony hatással is bírnak. Fogják a talajt, és az árvíztől is megvédik a partot, nem erodálódik, és egy fa oxigént is termel, széndioxidot köt meg, és nagyon fontos szempontjai vannak, tehát port, zajfogó, és minden olyan fontos dolgot ellát, amiért a fákat védeni kell, és meg kell akadályoznunk azt, hogy ezek a fák elpusztuljanak. Az önkéntesek hol vizet hordtak, hol földet ástak és tapostak, hogy megfelelő termőtalajt biztosítsanak annak a fának, amelyet elültettek. Itt élek most már 4 éve a római parton, illetve korábban is éltem itt fiatalabb koromban, és nagyon szeretek ide kijárni a családommal, a barátaimmal. Azt gondolom, hogy amikor tehetünk valamit ezért a környezetért, akkor meg kell tennünk. Azért gondoltunk erre, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, mert a gyerekeim is nagyon szeretik a Dunapartot. Én ugyan nem vagyok budapesti, de az alatt az idő alatt, amíg itt laktam, már én is nagyon megszeretem, és szeretnénk megőrizni ebben a minőségben az utókornak is. Az akciónak köszönhetően tiszta, rendezett környezet és fákkal teli zöldövezet várja mindazokat, akik a tavaszi melegben kilátogatnak a rómaira. Egy nap alatt két kábítószerkereskedőt is elfogtak a BRFK munkatársai.
A Böszörményi úton igazoltattak két férfit, akiknél kábítószer gyanús fehérport találtak. A rendőrök az ő vallomásuk alapján jutottak el egy dílerhez, akinek újbudai lakásán 140 g kokaint, több mint 80 g amfetamint, 15 g egyéb kristályos állagú kábítószer gyanús anyagot, valamint tablettákat és zöld növényi törmeléket találtak. Ezen kívül közel 1,5 millió forintot és 3000 eurót is lefoglaltak. Még aznap egy nőt és három férfit is letartóztattak kábítószer fogyasztás és birtoklása miatt. A lefoglalt kábítószerek piaci értéke több mint 3 millió forint. Tavasszal is folytatódik a razzia a Buli negyedben. A budapesti rendőrfőkapitányság a készenléti rendőrséggel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Budapesti Közlekedési Központtal, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársaival közösen szervez akciókat különböző szórakozóhelyeken és azok környékén. Nem eredménytelenül, a legutóbbi ilyen ellenőrzés alkalmával két körözött férfit is elfogtak, különböző szabálysértések miatt pedig 20 esetben indítottak eljárást. Elindult az idei egészségkörút Óbudán elnevezési programsorozat. A következő hónapokban a kerület több pontján is lehetőség lesz ingyenes egészségügyi szűrésekre. A cél a betegségek korai felismerése és megelőzése. Fáradtság jön rám. Mióta tud a magas vérnyomásáról? Szív- és érrendszeri vizsgálat a Szent Margit rendelőintézetben. Ezzel a komolyabb problémák is akár néhány perc alatt felfedezhetőek. Különböző paramétereket felvesznek a betegről, testsúly, testmagasság, vérnyomás. Készül egy EKG, és utána kikérdezés, fizikális vizsgálat, és mindezek alapján történik meg a rizikóbecslés. Szombaton útjára indult az idei egészségkörút Óbudán programsorozat. Ennek részeként a szív- és érrendszeri vizsgálatok mellett többek között szemészeti szűrésre, légzésfunkció és allergia vizsgálatra is lehetőségük volt az érdeklődőknek. Ez pedig már a testösszetétel vizsgálat, amely általános képet ad az illető egészségi állapotáról. A fehérje, ásványag, izom, egyensúly, testzsír, ezeknek az arányát mutatja meg, illetve lehet belőle következtetni, hogy az illető mennyire egészséges. Az ingyenes vizsgálatok mellett hasznos tanácsokat is kaphattak a résztvevők. Itt egy nap alatt egy teljes komplex egészségügyi vizsgálatot lehet elvégezni, és sok mindent, jót is, rosszat is megtud az ember. A harmadik kerületi önkormányzat által 2012-ben útjára indított egészségkörút Óbudán szűrésorozat célja a prevenció és a betegségek korai felfedezése. Az elsődleges célja az egészség tudatosítás kialakítása. Tehát ez egy olyan igény kell, hogy legyen, hogy kifejlődjön az emberekbe, hogy ne menjünk el, mert eddig az volt a fő gond, a nőknél még sokkal jobban állunk, mert a sokkal egészségtudatosabbak. Ők tudnak jönni, figyelnek oda. A férfiaknál vagyunk a legnagyobb bajba, de ott is egyre jobban látjuk azt, hogy már a különböző korosztályok is megindulnak, és figyelnek arra, hogy mi legyen, figyelnek arra, hogy mindezt meg tudják előzni. Az egészségkörút Óbudán tovább folytatódik. Április 13-án a Csobánkatéri szakrendelőben tartanak szűrőnapot. Bruttó 5 forinttal emelkedik szerdától a benzin literenkénti ára, a gázolajé pedig 2 forinttal mérséklődik. Az árváltozás után a benzin ára literenként 371 forintra nő, a gázolajé 387 forintra csökken. Mansfeld Péter egykori cellatársa is részt vett azon a megemlékezésen, amit a második kerületben rendeztek az 56-os forradalom legfiatalabb mártírjának tiszteletére. Mansfeld Pétert 60 éve végezték ki, az eset a kommunista megtorlás kegyetlenségének szimbólumává vált. Az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő megtorlás legfiatalabb mártírjára, Mansfeld Péterre emlékeztek halálának 60. évfordulóján, a második kerületi Csík Ferenc általános iskola és gimnáziumban. Mansfeld Péter ugyanis egykor az intézmény tanulója volt. Láng Zsolt, a második kerület polgármestere beszédében hangsúlyozta, Mansfeld Péterrel vele született az igazságérzet és a hazafiság, csatlakozott a szénatéri harcosokhoz, noha nem fogott fegyvert, hanem szállítási feladatokat végzett a forradalmároknak. Az ellene zajló koncepciós perben nem árulta el társait, ragaszkodott igazához, aminek az lett a következménye, hogy a kommunista hatalom kivégeztette, tette hozzá. Mansfeld Péter nekünk egy nemzeti hősünk, egy forradalmárunk, és ugyanúgy, ahogy más országoknak is megvannak a forradalmája, ő megtestesíti mindazt, amit mi gyűlölünk a diktatúrákban. Gyűlöljük azt, hogy nem számít sem fiatal, sem gyermek, sem nő
sem családapa, sem senki, hogyha valaki egyébként szembeszáll azzal, amit kötelezőnek mondanak. És Mansfeld Péter, ha őszinték vagyunk, egy olyan dologban hitt, és egy olyan dologért adta életét, amit mi most itt élvezhetünk, hiszen mi szabadok vagyunk. A megemlékezésen a gimnázium diákjai egy elképzelt jelenetet is előadtak 1956. októberéből. Ilyen fiatalok kellene nekünk. És mondd csak, hogy hívnak, fiam? Mansfeld Péter. Aztán te szintén van-e? Amíg másnak van. Nekem is van. Az eseményen részt vett Schröter Tibor, Mansfeld Péter egykori cellatársa is, aki így emlékezett vissza egykori bajtársára. 2,5 napig voltunk együtt a Markóba, a 314-es cellába. Az a állandó, vidám, mosolygó, csillogó szemű srácnak a szemének a csillogása megmaradt, de a mosoly az teljesen eltűnt az arcáról. Már érett felnőtté vált az a néhány hosszú hónap alatt. Az esemény végén a megemlékezők koszorút helyeztek el Mansfeld Péter emléktáblájánál, valamint Romek Strauszkowski emléktábláját is megkoszorúzták, aki az 1956. június 28-ai poznani sortűz során mindössze 13 évesen életét vesztette. Elindult a Katolikus Caritas nagybőjti országos adománygyűjtő akciója. Március 24-e és 31-e között a templomokban, az egyházmegyei Caritas központokban és az adománypontokon főként tartós élelmiszereket várnak. Teltházas koncertet adott az idén 20. születésnapját ünneplő Talamba együttes a Mumkultban. A Bach Mindenkinek fesztiválhoz kapcsolódó programon különleges feldolgozásban szólaltak meg a barokk legnagyobb zeneszerzőjének művei. Az ország egyik legnépszerűbb jazzénekese Bach hámol miséjéből énekel, miközben az eddig főleg orgonán előadott művet ütős hangszereken szólaltatják meg. A hegyvidéki zenerajongók, pontosabban a Momkult nagy termét megtöltő közönség ismét unikális kulturális élménnyel gazdagodott a Bach Mindenkinek fesztivál hétvégi előadásán. A Harcsa Veronikát is kísérő Talamba repertoárja egyértelműen bizonyította, hogy ütős hangszerekkel teljes értékű zenei élményt nyújthat, aki meg tudja őket szólaltatni. Amikor megalakult Debrecenben még 99-ben az együttes, akkor pont egy ilyen célkitűzésünk volt ezzel az egésszel, hogy egy olyan kultúrmissziót hajtsunk végre az ütőhangszerek segítségével, hogy bemutathassuk az embereknek azt, hogy az ütőhangszerek nem csak dobok meg cintányérok, ezt mindig el szoktam mondani, hanem 4-5 ezer féle ütőhangszer létezik. Tehát ugyanúgy tudunk dallamot játszani, ugyanúgy tudunk szerelmet vallani, vagy akármilyen, tényleg bármilyen hangszerként tudunk funkcionálni, akár hegedűként, akár oboaként, akár zongoraként, és ugyanazokat az összhangzattani tanulmányokat végeztük, vagy szolfés tanulmányokat, amit egy zongoraművész akár, tehát egyáltalán nem egy kísérő hangszer szerintünk. És ha már itt vagyunk a Bach Mindenkinek fesztivál előtt, a koncert előtti pillanatokban, el kell, hogy mondjam, hogy szerintünk, a talambások szerint, hogyha a Bach idejével lettek volna ilyen hangszerek, lehet, hogy a ütőhangszerekre is írt volna ilyen csodálatos zenéket. Az idén 20 éves születésnapját ünneplő Talamba tagjai szinte minden kottafejet átrajzoltak, hogy a billentyűsökre, vonósokra írt műveket tökéletes hangzással adják át a közönségnek. A fesztivál kiötlője szerint minden fellépő hosszan készült erre a sorozatra. Mert egy ingyenes önkéntes szerepállásról van szó, az összes fellépőn azt érezzük, hogy mindenki hozzátesz valami pluszt. Ahogy Hegedűs Endre azt mondta, hogy ha már önkéntes fellépés, akkor a feleségével négykezesezni fog, hiszen akkor az nem egy klasszikus repertoár, hanem akkor készülni kell külön rá. Volt, aki csellóművész, aki felkészült különböző témákból, és előadások lett össze a koncertjét. Perényi Miklós, kétszeres Kossuth díjas csellóművész, és hát a díjait lehetne sorolni napestig, ő gyakorlatilag egészen kivételesen úgy osztotta be a tanítását, hogy itt lehessen közöttünk, ő is a mai nap volt a Hegyvidéki Kulturális Szalomba. A szamos cukrászdákba is, templomokba, iskolákba kiemelt koncertek vannak, ő nagyon boldogok vagyunk. Az ingyenes Bach Mindenkinek sorozat idei programjában 3000 művész lép fel, mintegy 400 ingyenes koncertet hallgathatnak végig a zenerajongók Kárpát-medence szerte. A fesztivál jótékonysági programja keretében pedig lélegeztető gépre gyűjtenek a Betesda Gyermekkórház javára. A Budai Híradót látták, adásunkat visszanézhetik weboldalunkon a www.hegyvidéktv.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!